Sziasztok, Ori vagyok, és hát itt egy újabb videó a Star Wars Galaxy of Heroes nevű játékhoz. Hát, elég rendes változásokat kaptunk itt az arcainkba. Hát, nem vagyok boldog, mondjuk úgy. Kezdjük is el akkor ezt a kis havi híreket, hát kezdjük is mindjárt egy mai kisebb kis csodával. Nézzünk bele a modolásba. Na most bejövök én itt egy sima módba valahol. Kiválasztottam szegény Supra Kylo Rent. És itt ez van most ez a mód van kiválasztva, de hogyha megnézzük a menüt, akkor láthatjuk, hogy kicsit itt a bal oldalon más az egész menü. De most ezzel ne foglalkozunk, majd visszatérünk. Kezdjük itt ezzel a jobb oldallal. Tehát azt mondja, itt lehet remove is, van egy ilyen enchant gomb, tehát hogy javítjuk ezt a módot. Hát menjünk bele, és akkor kapunk itt az arcunkba egy kis táblázatot. Ha most akkor én belemennék ebbe a dologba, hogy mit is jelent ez a táblázat. Mert hogy most olyasmit látunk, amit eddig nem tudtunk. Én legalábbis nem tudtam, nem tudom, hogy valaki ki találta magától, hogy hogy működik pontosan a mod belülről, de most itt láthatjuk. Tehát, mit jelentenek ezek az oszlopok? Ez azt jelenti, hogy van neki négy másodlagos tulajdonsága ennek a modnak. Tehát alapvetően ez egy offenses mod, offense elsődleges tulajdonsága, és van neki négy darab már különböző másodlagos tulajdonsága, amiből valamennyit a különböző upgrade-eknél kaptunk, egy-egy plusz egy ugyanabban a szobba, plusz egy bónuszt kaptunk rá megint. Na most, ez azt mondja, hogy kaptunk plusz egy bónuszt a defense-re, 4-et a speedre, 3-at a protectionre, a critical chance meg úgy maradt egyedül. Na és akkor mit hoz be ez a kis változás? Hát azt tudom csinálni, hogy lebontom valamelyiket. Mondjuk azt még nem próbáltam, hogy mondjuk a critical chance-et, hogy I can't be removed. Jó. Tehát azt jelenti, hogy nyilván nem tudom megváltoztatni a magát a modot, tehát ezt a critical chance-t ezt nem tudom kitörölni. De azt meg tudom tenni, hogy mondjuk a defense-t azt mondom, hogy akkor ezt most leszedem. Mondjuk éppen már elköltöttem, megnéztem, hogy hogy működik, úgyhogy annyit adott, hogy egyet le tudjak szedni. Most ezt elköltöttem, úgyhogy nem tudom megtenni. De ha most itt rányomnék erre a calibrate módra, akkor leszedni a gyengébbik defense-t. És randomra sorsolna valamelyik már négybe, tehát újra, olyan, mintha újra upgrade-elnék, csak leszettem az egyik leggyengébb tulajdonságomat. Na most mit okozza ez? Először is ugye, aki egy pay-to-pill, tehát egy pay-to-win, bocsánat, tehát azt jelenti, hogy akinek sok pénze van, és ezeket meg tudja majd veszegetni, akkor találkozhatunk olyannal, hogy csupa 5 speedes mod lesz a játékban. Tehát azt jelenti, hogy minden más lebontok, hogy kapjak speedet is, speedet és speedet. Mert hogy mindenki mondja, hogy nem olyan fontos ez a speed, de azért mégis mindenki arra megy. Tehát köszönjük. Sőt, esetleg lehetnek olyan elvetemült emberek, hogy még az 5 speedes modot is lebontja, mert azt mondja, hogy miért kaptam itt 3-at, amikor kaphattam volna 6-ot is, ugye? Tehát akkor pontsunk egy speedet le, és akkor elveszi ott azt a 3-askát, és adjon nekem speed 6-ost. Tehát lehetnek itt még elvetemültebb ötletek, tehát nagyon-nagyon nem tetszik ez nekem. Minden esetre, még beszéljünk egy picit arról, hogy mi is derült itt ki pontosan. Tehát azt jelenti, hogy ezzel két eset lehetséges. Első, tehát az arónál lehet olyan, hogy a speed, ugye az elsődleges tulajdonság. Tehát azt jelenti, hogy tudjuk, hogy a maximum, meg mindig ugyanannyi, 30 és 32 lehet, ugye amikor átmegy az ember a 6 csillagra, akkor kap 2-t, tehát azt jelenti, hogy a maximum a 32 lehet. Itt viszont most kiderült, hogy ha másodlagos a speed, mennyi a maximum, mert hogy eddig ezt nem tudtuk. És akkor most ez azt mondja, hogy alapvetően ugye lehet az kezdetben 3-as, 4-es vagy 5-ös, tehát mondjuk 5-ös, hogy maximum legyen, és
négyszer kapuhatok hozzá upgrade-et, többször nem. És azt jelenti, hogy ha négyszer, ugye 3-tól 6-ig kaphatok, tehát ha 6-ot kaphatok, akkor ez 4x6, meg az alap 5, az 29, és amikor átmegyek a 5-ről 6-ra, ugye akkor kap plusz 1-et, a másodlagosok 1-et kapna, tehát összesen az 30. Tehát a 30-as speed az a maximum egy másodlagos, normális esetben, másodlagos módnál. Tehát jó tudni, hogy gyakorlatilag, például, hogyha arrót választok, ha nagyon-nagyon ügyesen sakkozok meg minden, akkor másodlagosra is majdnem annyit hozhatok, mint magával az aru cuccal, mert ugye az 32 a max. És hát ugye ez nem mindegy bizonyos esetekben. Jó, mindegy. A lényeg az, hogy egy kicsit bepillantást láttuk, hogy hogy működik belülről a mod, mert eddig erről senkinek gőze nem volt, hogy 5-nél többet nem lehet rátenni a speedre, tehát mit tudom, ha korábban megvan az 5, akkor nem volt értelme tovább próbálkozni, mert nem kaphattunk speedet, mert nem volt már neki hely. Jó, ennyit erről, nézzük a másik oldalt. Hát itt látjuk, itt nincs cell, mondta, de azt jelenti, hogy ez itt az egész felület megváltozott, és akkor lesz egy ilyen filter. Ha valakit érdekel jobban, itt most csak mutatok valamit, hogy miről van szó. Tehát nézve az Arnholdnak a videóját erről, mert őt szépen egész ügyesen elmagyarázza, hogy miről van szó. De alapvetően arról van szó, hogy sok mindent meg lehet csinálni. Tehát meg lehet azt csinálni, hogy csak azt mondjuk, jó, ez eddig is volt, hogy unassigned mod, de azt meg tudom csinálni például, hogy ezt mutatja például, hogy mi lenne, ha kijelölném az összes olyan modot, aminek nem speed a primary statja, ugye, például, és akkor azt mondanám mondjuk, hogy de van benne speed, jó? És akkor most én ezt megfogtam, de bocsánat, szedjük már ki, jó? És akkor most itt csak azok vannak megjelölve, amelyik ilyen, tehát azt jelenti, hogy van benne speed valahol. És ilyen nem volt ilyen lehetőség. Tehát ráadásul lesz olyan lehetőség majd, hogy az egészet meg tudom fogni, és meg tudom azt csinálni, hogy bocs, upgrade-ed fel 12-esre, vagy odáig, hogy már lássam, hogy van-e benne speed, vagy nincs benne speed, vagy meg tudom azt csinálni például, hogy kitörlöm azokat, amiben nincsen speed, például, mert nekem, vagy a másodlagosban nincsen speed, ugye. Tehát meg ilyeneket, hogy ne kelljen órákig ezzel füttyögni, hogy felupgrade-elgetem, igen, látom, hogy nincs benne speed, akkor ezt majd el kell adni, mert a külön menü volt, hogy eladom, meg minden, és szépen végig kellett menni. Hát ezt most egy mozdulattal meg fogom tenni, ráadásul ezeket a filtereket el lehet menteni. Tehát, és vissza lehet tölteni, és akkor puty-puty kész. 2 másodperc alatt megvan mindaz a munka, amit csináltam eddig fél óráig. Jó. Ennyit az újdonságokra, ez jó. Az, hogy a már kész modokat újra lehet cuccolni, hát ez nevetséges. Tehát nagyon szép, de akinek van pénze, az úgy el tud menni, hogy nem is tudok rá mit mondani. Ráadásul meg tudja azt csinálni, hogy a leggyengébet kiveszi, és akkor erőset tesz helyette. Tehát ez kész. Nem is tudok mit mondani, borzasztó. Jó. Következő, datachrom változások. Jó, nem is ide jövök be, bocsánat, hanem ide-vissza. Azt mondja, hogy datachrom. Először is látjuk, hogy például 2 hónappal ezelőtt rengeteg datachronom volt, sok datachronom volt. Hát itt most nincsen annyi. És hát ugye ez is az első változás, tehát azt jelenti, hogy a maga a datachron nehezebben jön, drágább is. És nem csak a materiál drágább, ami a legrosszabb szerintem, hanem a
hanem maga a datakron pénz sincs annyi. Tehát azt jelenti, hogy úgy megdrágították az egészet. Nézzük például, itt van egy hetest akarok csinálni, egy hatosból heteset, ez eddig nem volt egy nagy szám. Hát most 1.250.000 cucc kell hozzá ahhoz, hogy én itt upgrade-eljek, az, hogy milyen upgrade cuccok kellene hozzá, még nem is beszéltem róla. Akkor 8-as, 1,5 millió, 9-as, 2 millió, tehát nem is értem, tehát jó, akkor vegyünk ilyet, tehát jó, oké, tehát vegyünk, átmegyek mondjuk ide, és azt mondjuk, hogy datakron, és akkor adtak 1 milliót, Sharp Shop-ban pénzért, 250 000 Sharp Shop pénzért, és 100 000 a Lipontér, és ennyi. Szóval ennyi. Tehát azt jelenti, hogy vehetek valamennyit kristályért, amit nem fogok megtenni, ugye. Szegény ember vízzel kavics, tehát ebből kéne főzni. Hát köszönöm. Tehát. Itt valami nem oké. De a gondolkodással. Tehát. Egyrészt ugye az van, hogy ugye nem egy hónapos ciklus van most már, hanem 2 hónapos, tehát azt jelenti, hogy a következő hónapban is ezekre kell majd gyűjteni. Szerintem ezért ez magyarázza ezt a drágulást, meg ugye, hogy többet költsenek az emberek. Másik pedig akkor mutatunk egy kis trükköt. Tehát, már beszéltem az előző videómban, hogyha ugye ütögetjük itt a végét ezeknek a Conquestnek, ugye maradt energia, akkor itt lehet datakron azt tudszat kapni. Na hát most már egészen biztos vagyok benne, tehát megnéztem például az egyesen szinte kizárólag energiát, vagy ezt a datakron pénzt, most el is nyomok egy csatát, ha találok valami, jó, igen, ezek még pihentek, elnyomok itt egy csatát, megnézzük, és azt jelenti, hogy gyakorlatilag pénzt fogadni, és hát ez most nagyon kell. Tehát annyira nincsen pénz, hogy engem nem is az aggaszt, hogy fogok upgrade-elni, meg hogy fogok építkezni, hanem hogy nincs semmire pénz, mert bármit csinálnék, ahhoz az a datakronos pénz kéne, és nincs. Tehát jó, akkor itt gyorsan elmondom, tehát itt az egyesbe kreditet ad, ezt mindjárt meg is nézzük, és akkor utána van ilyen, hogy 3-as, azt szoktam még nézegetni, tehát 50 vagy 75k pénzt ad, és itt nagyon szeret például dobozt is adni, ami hiperdrága kint, tehát ne vegyen kint senki, hanem itt vegyem, vagy itt próbálkozzon ütögetni. Csak ott van, hogy ha a Conquest 3-as csináljuk például, a 3-as végét, ott ilyen egyes MK1-es, MK2-es építőkockákat ad. A 4-esbe már 2-es, 3-asokat ad, az 5-ösbe pedig upgrade cuccokat ad. Tehát azt jelenti, hogy aki építkezni akar, az az 1-es, 3-ast javaslom neki, hogyha már valakit felépítkezett mindent, akkor mehet az 5-ösre, mert ott kell upgrade-es, tehát ilyen megváltoztatom magát a datakront. Már a felépített datakront, akkor ott kell keresgélni. És akkor mutatok is rögtön valamit, ami nagyon gyanús, hogy ez eddig nem így volt. Például azt mondanám, hogy szeretném ezt rerollolni is. Nem engedi. Azt mondja, hogy csináld meg az egészet is, akkor majd... Tehát, hogy mi? Csináljam meg? Ez valami őrület. Az azt jelenti, hogy mert nem tudom hány millió, vagy 6 millió, vagy 7 millió, nem is tudom mennyi kell. Ahhoz, hogy egyetlen egy ilyen datakronos cuccot kinyomjak 9-esre, nem is beszélve, hogy mennyi ilyen cucc kell hozzá. Tehát, teljesen reménytelennek látom, hogy egy pénz nélkül játszó ember egy 9-est összehozzon például. Tehát akkor gyakorlatilag azzal kell élni, amit ad. Puff. Ahogy sikerül, úgy puffan, tehát ez teljesen reménytelen, hogy ezt megváltoztassa az ember. Tehát ezeket meg lehet változtatni, ugye, amíg ki nem nyitom a 3-ast, a 3-ast magát meg tudom változtatni, meg a 6-ost, de az 1-es, 2-es, 4-es, 5-ös, 7-es, 8-as,
addig nem tudom megváltoztatni, amíg ki nem nyitom teljesen. Pay to win megint, tehát hogy borzasztó. Ha valaki kinyitja a 9-est, akkor utána meg kedvére változtatgatja, hogy hát ezt a tulajdonságot valahogy meg kell változtatni. Hát persze. Aha, ja. Nagyszerű. Szóval nem vagyok boldog, no. Jó. Azt hiszem, ja igen, még egy dolgot akartam mondani ezzel, tehát csak számoljunk egy picit. Tehát azt jelenti, hogy ahhoz, hogyha az ember ugye a Conquest-be csinálgat valamit, tehát ahhoz, hogy legyen itt energia, hogy tudjam ütögetni a szintek végét, ugye 50 pénzért ad 120 energiát, tehát azt jelenti, hogy abból ugye nem tudom, jó számolok-e, de 8 darabszor lehet ütni. Tehát, ha 8 darabszor lehet ütni, és 50 vagy 75k ilyen datakronos pénzt ad az egyes szint végén, ugye? Ráadásul dobozt is ad, tehát csak melyikesen jegyzem, tehát nem véletlenül van nekem doboz, én egyet sem vettem. Tehát, mielőtt itt valaki azt mondja, hogy én televásároltam magam dobozzal, tehát ezek csak úgy jöttek. Tehát ugye 8 darab támadást kapok 50 kristályért, ugye, akkor azt jelenti, hogy ha csak 50 ezreket kapok, nem 75-öt, csak szerencsétlen vagyok, akkor az 400 ezer, ugye. És akkor, hogyha bementünk itt a boltba, akkor kiderül, hogy ott nem éri meg megvenni azt a kristályos vacakot egyáltalán. Tehát azt jelenti, hogy azt mondja, hogy mondjuk 200 kristályért ad 1 milliót, ugye. Tehát azt jelenti, hogy én meg 50-ért kapok minimum 400 ezeret, meg még mást is kaphatok, ugye. Ahogy éppen sikerül, vagy csorsolja a gép. Tehát nem éri meg ezeket megvenni, hogyha valaki ilyen pénzt akar, akkor vegyen egy-két ilyen 50-eset egy nap, és akkor ütögesse le a maradék energiát a conquestek végén, is kaphat pénzt. Ilyesmire gondoltam. Na jó, azt hiszem ennyit akartam mára. Remélem érthető volt, meg segítettem valakinek. Bár nem vagyok boldog, de jó játék volt mindenkinek.